Júniusban fejezték be a Nyírderzs és Nyírcsászári közötti összekötő szakasz felújítását. Az 5 kilométeres utat gyakran használják. Nyírderzsről sokan járnak Nyírcsászáriba és Nyírbátorba dolgozni, tanulni és vásárolni. Ez annyira volt rossz állapotú, hogy mindenki jött panasszal, hogy a futómű, a csomagtartó, az ajtó, minden autóban zörög egy év után. Tehát ez annyira rossz volt, hogy elképzelt. Tehát mint a káposztalevél, fogt hátán. És ez tényleg egy álom volt. Tehát mindenki azt mondta Dersbe, ha ezt meg tudjuk, megoldja a kormány, vagy az önkormányzat, hogy ezt meg tudja valósítani, ez egy álom lett, tehát és megvalósult az álom. Világhírű vendége volt Máté Szalkának június elején. Jamie Lee Curtis színész, Tony Curtis lánya látogatott a városba, ahol családjának állít emléket egy múzeum. A kétszeres Golden Globe díjas amerikai színésznőnek a tárlatot Máté Szalka polgármestere Hanusi Péter mutatta meg. We all want our own lives. We all have our own dreams. Mindannyian saját életünket our own destinies. Szeretjük a sorsunkat, akarjuk sorsunkat, álmainkat megvalósítani. And we want for our children. És azt akarjuk a gyermekeinknek. For them. Nekik ugyanazt. To live their dreams. Hogy éljék meg álmaikat. And it's not easy when your parent is famous. Nagyon nem egyszerű, ha a szüleid híresek. Because you want your own identity. Mert saját identitásodat akarod. And their identity is very, very strong. És az ő identitásuk nagyon erős, a szülőké. And so it's a struggle for any child, you, anybody here, to both be yourself, legyél önmagad, and be a part of a family. És legyél a család része. Új tornaterem és fedett sportpálya építése kezdődött a napköri Jósika Miklós általános iskolában. A beruházás részeként fejlesztő szobákat is kialakítottak, és liftet is beépítettek az épületbe. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt ez a képzés nagyon jó infrastruktúrális körülmények között zajlódjon, hiszen egyre több gyerek születik a településen, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas itt tartó erő lehet, mert hogyha a gyerekek itt végzik el a 8 általánost, akkor a 8 osztályos iskolát, akkor sokkal nagyobb eséllyel telepednek le. Mert nagyon szeretjük azokat is, akik beköltöznek ide, de azt gondolom, hogy egy település igazi erejét mindig a megtartó erő mutatja meg, hogy hányan maradnak itt, illetve a gyerekek közül hányan építenek itt helyben napkoron, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fundamentum. Csak nem 2 milliárd forintból újulhatnak meg templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, jelentette be június közepén Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkára Nyírteleken. A programból részt kapnak katolikus, református, evangélikus és zsidó templomok és imahelyek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek, az itt élő hívő emberek mindenképp jól vették ki a részüket, legyenek papok, lelkészek, parókusok, hiszen összességében 49 katolikus templom, 85 református templom, 2 evangélikus templom és 1 zsidó felekezeti imaház fog megújulni. Ez annyit jelent, hogy 130 templom tehát, amely megújulhat, 1 milliárd 883 millió forintból, tehát közel 2 milliárd forintból, és 108 településen. Egy robot segítségével méri fel az aknaszlatina és sóványa állapotát és az ott zajló folyamatokat. A cél, hogy ennek segítségével pontosabban előkészítsék a kárelhárítást. A bevetendő technika képes 3-dimenziós térképet és más információkat szolgáltatni a mélyből. Az volt az egész projektnek a célja, hogy felmérjük, milyen a bánya mostani geológiai, geofizikai állapota. Több mint 1 millió eurót nyertünk a Revitál projekt keretében a Tisza Európai Területi Társulás, és komoly szakemberek bevonásával itt a Miskolci Egyetemet, és illetve a Geogold Kft-t emelném ki, akik felszíni méréseket is végeztek, illetve egy robot segítségével el tudják térképezni a bányában folyó folyamatokat, és így a beavatkozást is, majd a majdani reményeink szerinti beavatkozást, ami a kárelhárítást jelenti, megfelelően elő tudjuk készíteni, illetve meg tudjuk alapozni. A robot által begyűjtött adatokkal elkészülő anyagtól azt várják, hogy annak segítségével a sóbánya és környezete teljes revitalizációja valósul majd meg.